Idén is megrendezik a Színvateraszon a Pont partit. Holnap délután 5 órától koncertekkel várhatják a felvételizők az idei ponthatárokat, amit este 8-kor hirdetnek majd ki. A Miskolci Egyetemre jelentkezők száma meghaladja az 5300-at. Ilyen volt a tavalyi hangulat. Az első pontpartin hatalmas buli volt, és a legtöbb miskolci fiatal boldogan olvasta azt a bizonyos SMS-t. Idén is hasonló hangulatra lehet számítani. Sokan kaphatnak majd olyan üzenetet, hogy a Miskolci Egyetemre nyertek felvételt. Az összes jelentkezők száma meghaladja az 5300 főt, az első helyes jelentkezők száma pedig kb. 3200 fő. Ez azt jelenti, hogy az elmúlt 5 év gyakorlatának megfelelően körülbelül 70-75%-át tudjuk fölvenni az első helyes jelentkezőknek, és mivel a múlt évben 2316 főt vettünk föl általános felvételi eljárásban, a mostani számok azt mutatják, hogy talán sikerül ettől többet is. A Miskolci Egyetem polgársága itt további több mint 2000 diákkal gazdagodik majd a következő tanévben. A legnépszerűbb szak a jelentkezések alapján az egészségügyi kar, non-doktori képzés, ami a diplomás ápolókkal reagál a piaci igényekre. De népszerű még a vegyészmérnök, a környezetmérnök, a villamosmérnök és a vezetésszervezés képzés is többek között. A második miskolci pontparti délután 5 órakor kezdődik, Digi Tóth Peti lesz a hangulatfelelős, majd érkezik Stíló és Albi, de Miskolcra érkezik a Hiperkarma frontembere is, Bercesi Róbert ezúttal egy szelgitárjával szórakoztatja majd a fiatalokat, aztán kiderül majd, hogy kit hova vettek fel, kiderülnek a ponthatárok, de a buli utána sem fog véget érni, Digi Tóth Peti szórakoztatja majd a fiatalokat, és a Helynekembe is várják egy afterpartira a diákokat. Most még üres a színvaterasz, de a LED falon már látható az a reklám, ami holnap este újra megtölti a belvárosi teraszt. Második alkalommal is közösen várhatják a fiatalok a ponthatárok kihirdetését.